Most még az úszóké az uszoda, este viszont már a vízilabdázókkal népesül be a helyszín, ráadásul egy igazán különleges esténk lesz, ugyanis a Fradi Média YouTube csatornáján először közvetítünk élőben felnőtt OB1-es vízilabda mérkőzést. A Kaposvár elleni mérkőzésen pedig egy igazán illusztris szakkommentártól társam lesz szakosztályunk elnöke Madaras Norbert személyében. Jó szórakozást kívánunk! Jó estét kívánok mindenkinek! Meg is kezdődött akkor az OB1 19. fordulójának mérkőzése, és Vigvári Vendel kiválóan jó ütemben hozza a labdát, úgyhogy milyen az első támadás. Egy nagy lehetőséget, Vigvári Vendel puska, ezzel nagyot védett a kapus, de szépen visszaszerzi a labdát. Igen, övé lett a lepattanó, jobban figyelt, nagyon jól beindult, és jó ütemben kapta Polzoritól a labdát. Ami talán egy kicsit szokatlan lehet, hogy a kapásodról játszik Szedmeyer Tamás, aki miközben az 1-es-2-es pozícióban szokott játszani. És meg is van az első gólunk, Vigvári Vendel. Nagyon jó játékos. És most azzal többet van a medencében. Egyébként is sokat játszott, minden eddigi meccsünkön vízben volt. Most még nagyobb a felelőssége is, és azt gondolom, hogy jól él ezzel, és meg tudja mutatni azt, hogy milyen jó keze van, és hogy előleg inkább milyen jó, de a védekezésével sem volt eddig soha baj. Ez az első mérkőzés, amelyet élőben közvetítünk. Mik a szakosztály tervei a jövőre nézve a mérkőzéseket illetően? Hát alapvetően az, hogy mostantól, amíg nem jöhetnek és nem lehetnek nézők, minden OB1-es hazai meccset ugyanígy adnánk, és még az is lehet, hogy hát azon vagyunk, hogy egy-két nőjét is, legalábbis a jobbakat vagy a fontosabbakat, meglátjuk, mi lesz belőle, de hát ez a célunk, hogy láthassanak mostantól minket. Hát ez, nézzük a meccset. Labdát, a Kaposvár játékos kezében végigviszi, és be is fejezi. Rutinosan szép találat, egy remek egyéni megoldás volt. És véget is ért az első negyed. Vezet a Ferencváros 3-2-re. Norbi, erre számítottunk? Nagyjából igen. Azt gondolom, hogy a védekezés jó volt. A két gól, amit kaptunk, az benne volt, vagy benne lehet. Talán elől még volt egy-kettő olyan lövésünk, hogy volt egy-két olyan támadásunk, amiben több volt, hogy benne lehetett volna egy-két gól. Alapvetően eddig jó. Bejátszás Mezeinek. Ez egy nagy védés volt. Igen, és egy nagyon jó támadás, tehát fokozatosan estek ki az ellenfél védői, és egy nagyon jó ütemű passz volt, amiből lett egy jó lövés és egy szép védés. Azért nem áll távol tőled a szakértői, szakkommentátori pozíció. Mennyire más ez a helyzet most neked? Hát a válogatott meccseken, de ott nem meccs közben kommentálok, hanem előtte, a fél időben, utána. Talán ott egy kicsit jobban át lehet gondolni, vagy higgadtabban lehet beszélni. Itt pedig az adott pillanatnyi eseményeket kell kommentálni. Ott is mindig kötődöm az egyik csapathoz, ugye a válogatotthoz. Itt meg szintén kötődöm, úgyhogy ez a fele jó, talán ezt néha nem is tudom, hogy nem kell eltenni, de nem lehet csak szívből beszélni. Meg is lehet úszni. Hárman is a hosszún, befejezi a Vendel. Ezt végleteki kijátszottuk. Mezei a befejező 8-öt. Igen, jól látta meg Vendel, hogy nem egyedül megy. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ő is előhette volna. Aztán pedig Szedmeyer Tamás szintén jól látta, hogy van nála is jobb helyzet. Úgyhogy így ez volt a tökéletes akció. Ez egy hatalmas nagy gól. Szabó Bence. Nagyon szép volt, nagyon jól mozgott ki a blokk mögül, és nagyon jó, hogy előtte. De jó lenne az a bizonyos tizedik. Meg is van. Szeretjük ezt a tízes számot. Elég, hogy csak annyit mondunk, hogy 10 kupa. Igen, egyedülálló dolog, tehát le a kalappal a játékosok előtt. Azért nagyon nehéz 10-ből 10 döntőt lehozni, megnyerni és ott lenni, és ezek közül 5-6, az tényleg talán még több műanszokon múlt csak. És itt vagyunk az utolsó negyedre. Gál Sándor úszik majd a miénktől. A labdára 2003-as születésű, rendkívül fiatal játékos. Igen, ha jól tudom, vagy jól emlékszem, akkor a Szeged volt az első meccse. És játszott a KSU ellen is múlt szombaton. Pontos lövéssel kellene befejezni, és amint kimondom, meg is van Szérdi Májer révén a 11. találat. Igen, jól be tudott lépni, és a vele szemben álló nem is igazán ment felé. Teljesen ott volt a kapu felőtt. Kaposvár jegyző szoros védekezést kér. Ebből összejön is jön egy kiállítás nekik, és most Varga Zsolt kérdik.
Igen, azt hiszem, hogy Zsolt jól tette. Belépünk az utolsó percbe, amikor Holkap egy remek bejátszás, teljesen üresen, és a 13. ferencvárosi góllal most dönti végleg a mérkőzést. Igen, Pozzolo jól indult be, majd a védője úgy gondolta, hogy nem vált, vagy a Beck mondta neki, hogy ne váltsák le a centert, és ebből az lett, hogy ketten fogtak egyet, ő pedig teljesen ott volt egyedül a kapu előtt, eléggé nagy hiba, hiszen tulajdonképpen egy ajándéklövés volt. Ötös sapkában egyébként Szabó Bence, ha jól tudom, neki ez az első OB1-es mérkőzése? Igen, egy újabb Szabó Bence. Talán neki is kéne adnunk egy számot, de igen, neki ez az első meccse az OB1-ben. Ő is egy ifjúsági játékos. 13-9-1 győz az FTC Telekom Water Polo a Kaposvár ellen az OB1 19. fordulójában. Egy rövid értékelést szeretnék kérni. Én azt gondolom, hogy egy viszonylag jó meccset láthattunk. Szép gólokkal, ahol a mi fiataljaink mindenképpen jól helytáltak. Most nem lesz jó sokáig meccs, tehát készülhetünk a BVSC ellen és a Bajnokok Ligája előtt. Bízunk benne, hogy minél előbb meggyógyulnak a jelenleg beteg játékosaink, és előbb-utóbb komplett csapattal játszhatunk majd. Reméljük mi hamarabb. Én Madaras Norbertnek nagyon szépen köszönöm a ma esti közreműködését, és reméljük hamarosan találkozunk, és a szurkolók is majd online követhetik a mérkőzésüket.